Megkezdődött a 94. ünnepi könyvhét és a 22. gyermekkönyvnapok, amelynek első napján Gyulai Livius kosúdias grafikus művész könyvillusztrációiból és rajzfilmes munkáiból nyílt kiállítás rajzolt irodalom címmel. Az idei könyvhét díszvendége Bereményi Géza kosúdias író rendező volt. Régóta hívtuk, és nagyon örülünk, hogy itt van. A könyvárosok is megérkeztek, kedvezményes könyvásárra van lehetőség, a garázsvásár is nagyon népszerű, tehát az már reggel 9 órától folyamatosan látogatják, és viszik a használt, leselejtezett könyveinket. Nagyon örülnek neki, hiszen pár száz forintért új gazdára lelnek a régi könyveink. Holnap is izgalmas programokkal, helyi írókkal várjuk a könyvtárba látogatókat, és így már csak az időjárás legyen kegyes, hogy ne ázzanak meg az ide látogatók. Bereményi Géza, aki mintegy 30 különböző kitüntetéssel és elismeréssel büszkélkedhet, és aki nem csak a dalszövegírás, a szép irodalom, de a film és színházművészetben is maradandót alkotott, a megnyitó előtt adott interjújában azt mondta: Pályája elején nem akart elköteleződni egyetlen művészeti ág mellett. Kedvezőtlen volt az, az irodalmi légkör akkoriban, és inkább nem akartam részt venni benne. De én most végigjárva a több korszakát a, a magyar irodalomnak, elmondhatom, hogy most igazán jó a magyar irodalom. Nagyon sok jó és nagyszerű író jelen, jelenik meg, és nagyon gazdag a könyvtermés, úgyhogy nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek. Az író hozzátette nem régen fejezte be a magyar Copperfield című önéletrajzi regényét, amelynek jelenleg folytatásán dolgozik. Nagyon megtetszett az a, az a stílus, ami, ami az önéletíráshoz szükséges. És azt gondoltam, hogy még egy folytatást írok, és körülbelül végtek, tovább tekintve az életemet rájöttem, hogy az egyetemi éveimet kéne megírnom ami a 24-25 éves koromban fejeződött be, de onnantól nem tovább. Nem tovább, onnantól már fikciót szeretnék írni. Mert onnantól olyan gubancos lett az életem, de észrevettem, hogy igazából az önéletírásokat körülbelül 25-30 éves, éves kor, így, mikor az ember igazából belép a társadalomba, addig szokták írni, és nem véletlenül, mert utána már más a stílus. Addig, 25-26 éves koráig az ember úgy tekint az életre, mintha ő volna a tengerje az életében. A 94. ünnepi könyv 7. június 12-éig várja az érdeklődőket, számos egyéb folyóirat és kötet bemutatóval, kiállításokkal, valamint garázsvásárral.